Ja, akkor meséljen a központról. Az Óbudai Kulturális Központot 2008-ban alapította Óbuda Békésmegyer önkormányzata, azzal a céllal, hogy a kerület kulturális életét egy kicsit föllendítse. Hozzánk tartozik a Békésmegyeri Közösségi Ház, a Csillaghegyi Közösségi Ház, újabban a civil ház is a Kolosi téri piacon, és nem sokára lesz egy új létesítményünk a Kaszásdűnön, amelynek még a nevét nem árulom el. Kinek a kezdeményezésére jött létre az Elkazovszki kiállítás itt a központban? Az Óbudai Kulturális Központ Szamarkó galériája már 15 éve működik, és bár említettem, hogy 2008-ban jött létre az Óbudai Kulturális Központ, de hát ez a ház 75 óta él, létezik itt a kerületben, a Szamarkó utcában, és én voltam az, aki először itt galériát szeretett volna, és akkor már Horváth Károllyal arról beszélgettünk, hogy jó lenne itt egy Elkazovszki kiállítást létrehozni olyan 15 évvel ezelőtt, úgyhogy nekem egy nagyon régi vágyam teljesül ezzel igazából, és nagyon örülök neki, hogy ma itt lehetünk. Megtalálta a megígért ajándékot legidősebb leánya számára, a drága köves koszorút, amely úgy világított a sötét éjszakában, mintha fényes nappal lenne. Megtalálta a középső leánya részére is a megígért ajándékot, azt a kristálytükröt, amelyben megláthatta az egész világ minden szépségét, és aki belenéz, sohasem öregszik, hanem szűzi szépsége mindegyre csak gyarapszik. Csak a legkisebb és legkedvesebb lánya részére nem találta meg a megígért ajándékot. A bíbor színű virágot kimegyünk szem, nincs a kert földön. Sajátos érzés tölti el, egy furcsa érzés tölti el az embert, amikor egy Elkazovszki emlékkiállításon van, mert hogy olyan ez az érzés, mintha 2008-ban meghalt művész ma is itt lenne, és az életében készült alkotásai által a túlvilág életéről, a halál utáni világáról beszélne, hiszen a motivumai, a művei általában ezt a témát járják körül, a kaszás, a kutya, az egyiptomi sakához köthető kutya figurája, és még sorolhatnánk egy csomó mindent a hattyúktól kezdve a balerináikig, és így tovább. Ez a kiállításhoz is kapcsolódik egy keretprogram, ami február 21-én lesz 17 óra 30 perctől itt az Óbudai Kulturális Központnak a színház termében, ami egy előadás lesz, amit én fogok tartani Elkazovszki művészetéről, és ezt a magánmitológiát fogjuk körbejárni, és valamilyen értelmezést adunk számára. És mindenkit szeretettel várok.